A Pont magazinban ma egy kissé elhanyagolt területre, a Bábszínház világába merészkedünk, mert ott sem csak palacsintasütővel lehet találkozni. Azután a 130 éve született Áprili Lajosra emlékezünk a Hadik Irodalmi Szalonban. És a lemezjátszó is tovább pörög, szóval tartsanak ma is velünk! Manna Matiné címmel indított sorozatot a B32 Galéria és Kultúrtér és a Manna produkció, amelynek keretében gyermekeknek és felnőtteknek szóló bábelőadásokat láthat a közönség az Újbudai Színházban. November 18-án, 19-én két pályakezdő rendező mutatkozott be. Ez egy asztali bábjáték, nem egy klasszikus asztalt használunk, hanem ez majd meglepetés lesz, hogy mit tud ez az asztal. Ez egy gyerekelőadás 5 éves kortól 10-11 éves korig ajánlom, illetve felnőtteknek is, mert annyi rétege van, hogy a felnőtteknek is tud mit adni. A két főszereplő, Sündör és Niru, ők valamiféle manók vagy fantázia lények, nincsen pontosan meghatározva, akik boldogan élik életüket a kerítésükön belül. Aztán egy nap kimennek a külvilágba, és ott Sündört magával ragadják a fények, és egyfajta szenvedély lesz rajta újra, és elhatározza, hogy megszerzi a napot. Milyen ez a tér az önök számára? Alkalmas-e ennek a darabnak a bemutatására? Holnap most fogunk befényelni, bevilágítani az előadást, de holnap fogunk próbálni rá az előadás előtt, úgyhogy még nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy alkalmas lesz, mert mindig tudunk igazodni a térhez, úgyhogy eleve a befogadásnak nagyon örülünk. A Manna konkrétan miben segített? Gáspár Anna tanított minket az egyetemen, és volt egy ilyen óránk, ahol pályázatot írtunk, és igazából közösen adtunk be egy pályázatot az egész osztálya. Tehát öten végeztünk bábrendező szakon, és akkor az a pályázat az nyert is, és így tudtuk megvalósítani mindannyian az előadást. A sorozat havonta egy-két báb előadással indul, melyek nem feltétlenül a gyermekeknek szólnak. Decemberben a többszörös fesztivál nyertes Alszanak a halak című Szilágyi Bálint rendezés kerül műsorra, mely a halál tabuját feszegeti gyermeki szemszögből. Az egyszemélyes előadásban Prohászka Fanni lép majd színpadra. A produkciók sorát tavasszal már összművészeti és interaktív családi játékokkal is bővíti a Manna és a B32 Kultúrtér. Terveznek rendszeres foglalkozásokat, amelyek során a látogatók bábokat készíthetnek, és megismerkedhetnek a műfaj történetével és a különböző bábtechnikákkal. Ugye a bábszínházaktól megszoktuk, hogy ott láthatóak a bábos előadások, de a többi bábos előadásnak nincs igazán állandó helye, és gyerekszínház sincs a budai oldalon, úgyhogy így összefogva a Manna és a B32 úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk hagyományt teremteni a bábműfajnak itt Budán is, a Bartók Béla úton, és reméljük, hogy a családok gyerekekkel a gyerekelőadásokra, de a felnőtteknek szóló bábelőadásokra pedig a felnőttek jönnek majd ide, és lassan évek alatt megszokják, hogy itt a bábműfaj beköltözött. Nagyon izgalmas kortárs bábelőadásokat lehet látni, és tényleg egy családi színházzá tud válni, igazi színházzá a B32. Áprili Lajos születésének 130. évfordulóját ünnepelték a Hadik Irodalmi Szalonban a költő dédunokái és leszármazottai. Péterfi Bori énekesnőt, Péterfi Sarolt irodalomtörténészt és Gerlóci Márton írót kérdezte Juhász Anna. A 130 éve született Áprili Lajos abban a sorba, akár azokban az évfordulós sorokba kapcsolódik, ahová a 120 éve született Tamási Áron és a 110 éve született Zsida Jenő is, tehát az erdélyi magyar íróknak a körébe, akik nagyon-nagyon sokat tettek az egyetemes magyar irodalomért. A Hadik Irodalmi Szalon is jeles évfordulót ünnepelt, hiszen éppen 7 éve annak, hogy Juhász Annáék megtartották az első irodalmi estet. A kulturális eseménysorozat azóta nagy népszerűségre tett szert. Az Akarsz-e fényt című estet november 21-én a nagy érdeklődés miatt már a szomszédos Szatyorbárba helyezték át a szervezők, de ez a helyszín is zsúfolásig megtelt, több száz érdeklődő volt kíváncsi Áprili Lajos és Jékeli Zoltán leszármazottaira. Olyan családban nőttünk föl, hogy meglepő lett volna, ha nem valamiféle, tehát a művészi érdeklődés valahogyan nem jelenik meg. Ez a vér, ez az ereimbe csorog, és valamiféle maga felé az embernek egy ilyen elvárás, hogyha bizonyos szint fölött van a léc, akkor ő azért próbálja meg azt is az ő életével megugrani valahogy. Ez vett körül, irodalom, költészet vett körül, de ha jobban belegondolok, én nem azért kezdtem el írni, hogy kövessem valakinek a példáját, hanem alkatilag így adódott.
amit lehet, hogy tőlük örököltem, de az már más kérdés. Péter Figergely író az eseményen sajnos nem tudott jelen lenni, ő egy videóüzenetben válaszolt ezekre a kérdésekre. Péter is elmondta, hogy épp azt tartotta távol őt az irodalomtól, hogy az édesapja egy milyen neves alkotó volt. Ő neki a festék és terpentin szag, és a színház, és minden, ami a nagymamához kapcsolódott, ő neki az távol állt, de ugyanez a világ akár mondjuk Borit inspirálta, mert ő meg gimnáziumban igazából eldöntötte, hogy a színpad és semmi más. A Lajos élete az inkább fegyelmezett volt, és szerény, és... Tehát ő, nála inkább ez az a legendás, hogy mennyire szerény volt, mennyire, hát ugye álnéven írt először, tehát azt sem tudták, hogy, tehát azt sem merte bevallani, hogy ez ő, aki írja ezeket a verseket. Tehát ő egy nagyon-nagyon szerény, furcsa ember volt. Mi nem ismerjük, úgyhogy talán attól legenda, hogy végülis ameddig úgy visszalátunk igazán, úgy kézzelfoghatóan a családfánkon, ő az, aki ameddig még ellátunk, és ettől nyilván mint egy ilyen mesebeli csúcs ott, ő ül ott a fa tetején. Ma nem festesz? Nem. Alászolgálja. Holnap? Holnap se. Alászolgálja. A Karinthy Színház néhány év kihagyás után újra színpadra tűzte Molnár klasszikusát, amelyet a darab korábbi rendezőjének és címszereplőjének, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Balikó Tamás emlékének tiszteletére ajánlott. Molnár Ferenc ördöggel egy sikerdarabunk volt, és évekig játszottuk, és rendezte, és a főszerepet játszotta Balikó Tamás, aki nagyon fiatalon és váratlanul itt hagyott minket, azóta is velünk van. Nagyszerű rendezés volt, és remek alakítás. És két évig kegyeletből úgy gondoltuk, hogy nem bevesszük a műsorról, mert pótolhatatlan Tamás, de aztán elteltek az évek, és úgy gondoltuk, hogy épp rávaló emlékezéssel nagyszerű rendezését felújítjuk, és újra bemutatjuk. És Szabó P. Szilveszter, aki a János, a festő szerepét játszotta a darabba, tehát Balikó közvetlen partnere volt, vállalta, hogy az ő szellemébe kicsit újra porolja, tehát színpadra állítja a darabot, és találtunk egy megfelelő utódot, hát már ha lehet egyáltalán valakinek az utódjának lenni, de hát a szerep nagyszerű. Földes Tamás, a Operett Színház művésze játssza az ördögöt. Elejtett valamit. Hegedelivel érteményből jöttem. Jánost vártam, aztán elaludtam ebben a nagy székben. Bocsásson meg, hogy éppen akkor kertem. Furcsa figura, ugye az ördög maga. Érdekes, én azt gondolom, hogy az ember nem tud élni nélküle. Vele se, és nélküle se. Mindannyiunkban benne van az ördög. És egyrészt ugye a dualista világnak mindenképpen szüksége van az ördögre, hogy tudjuk, hogy mi az a Isten. Másrészt pedig az ördög, hogy jó-e vagy rossz, ez egy nagy kérdés, mert hiszen ő is Isten teremtménye, tehát nem tudjuk igazából, hogy jó vagy rossz. Mindenképpen egy olyan figura, aki ebben a darabban a benne szereplő Jánosból és a Jolánból megpróbálja kihozni azt, amit ők soha nem mernének kimondani, amit mindig elfojtanak. És ebben a nézetben pedig ugye azt gondolom, hogy az ördög itt most éppen jó. Nem hiszem. A hátam mögött álltál, és amikor minden elveszett, ismeretlenül egy marék zsetont nyújtottál felé. De te visszautasítottad kérő arccal. Aztán elfogadtad tiltakozó arccal. Hogyan lesz a zajból zene? Erre is választ kaptunk a legutóbbi lemezjátszón, amikor a Depeche Mode Songs of Faith and Devotion című albuma került sorra. Az 1993-as lemezt Milkovics Mátyás értő kommentárjával hallgathatta meg a közönség a B32-ben, a Neo együttesből ismert Milkovics ugyanis fiatal korától nagy rajongója a Depeche Mode zenéjének. A Depeche Mode volt az első nagy kedvenc kamaszkori zenekar, és ez mai napig kitart ez a rajongás, meg ez a szeretet. Azt hiszem, hogy kevés olyan zenekar van, aki ilyen életművel rendelkezik, és ilyen komoly világot tudott teremteni, és talán ebben van a nagy titka, hogy a mai napig is sokan szeretik, mert nem a divat irányzatokon szörfözött az évtizedek során, hanem egy saját utat járt, egy teljesen új, egyedi hangzást alakított ki, egy egészen sajátos zenei hangulatot, és ezt nagyon sok embernek a hangulatával, ízlésvilágával találkozott, és találkozik a mai napig is.
Milkovics Mátyás saját elmondása szerint bizonyos értelemben a brit csapat nyomdokaiban is jár. Az ő bonyolult hangszerelésük részleteiben is kidolgozott hangzások inspirálta arra, hogy erre időt szánjon, felfedezze ezt a fajta munkamódszert. Maga is gyűjti azokat az analóg szintetizátorokat, melyeknek használata a világhírű csapat zenéjének alapját adja meg. A november 21-én a B32-ben lejátszott albumban vannak ugyan gitárral, dobbal, zongorával feljátszott szólamok is, de ezeket oly mértékben dolgozták át stúdiótechnikán, itatták át elektronikával, hogy már szinte felismerhetetlenek. Ez azt is jelenti azonban, hogy nem simán a szintetizátor billentyűin kelt életre a zene, ahogy azt Milkovics az este egy pontján be is mutatta. Egy számot ugyanis sávokra szedett, külön hallgathattuk meg a dobot, a basszust, a különféle dallamokat, melyek önmagukban nehezen értelmezhető zajoknak tűntek. Együtt mégis egy elképesztő, szinte már varázslatos hangfolyamként töltötték meg a teret. Milkovics Mátyás azt is elmondta, hogy emberileg nagyon rossz időszakban készült ez az album, ital és drog problémák, illetve konfliktusok jellemezték a zenekar működését. A nehéz szülés során valahogy mégis sikerült nagyon erős zenei anyagot összerakni, mely frissebb, érdekesebb lett, mint a csapat előző lemeze, pedig az az egyik világsikerük volt, a Violator. A lemezjátszó sorozat legközelebb december 5-én jelentkezik Prince Purple Rain című albumával. Nem vagyunk úgy összenőve, de időszakosan mindig egymásra találunk. Van köztünk egy egybetartozás, hát most ebbe a könyvbe is belement, mert Pataki kitalálta a könyvet, hogy látta, hogy forgatunk, hogy Mészáros és Töröcsik beszélget. Amikor először mondtam neki, hogy akarom, hogy ezt a filmet, ha megcsinálom, csak vele, az egész úgy történt, hogy majdnem 4 évig nem beadtuk, nem ment, nem, de valamiért visszautasították, nem tudom pontosan. És aztán szólt a Vajna a titkárnője, hogy menjünk be oda a japán kávézóba a producerrel, és le se ültetett. Ott álltunk az ajtóba, és akkor jött a Vajna, és azt mondta, hogy Márta, meg akarod csinálni a filmet? Mondom, igen. Jó, hát akkor csináld, akkor mennyi pénz kell. Uh-huh. Ennyi volt. És erre 4 évet várt. Igen, 4 évet vártam, uh-huh. Igen. Ő nem ember, nem színésznő, ő egy jelenség. Uh-huh. És ő azért bír ki minden. Ő a kamerával olyan viszonyban van, mint egy férfivel, mint egy szexel. Ránéz a kamera, azonnal minden, ami szép és jó benne, azonnal veszi. Szóval mindig a forgatás úgy kezdődött, hogy betotyogott, leült, egy nagy fotelbe ült, leült, és akkor elkezdett ordítani. Mészáros, hova a picsába hoztál el? Itt fogok megdögleni, itt olyan hideg van, itt borzalom van, mert a stáb rémülten, hogy ezt a filmet soha nem fogjuk befejezni. Ordított egy fél óráig, és akkor azt mondta, na, és akkor most mikor forgatunk? Ennyi fért már a műsorunkba, de ha ez nem lett volna elég, már elérhető a friss, ropogós, nyomtatott Pont magazin. Ebben Mészáros Márta mesél az élet bátor megéléséről. Benézünk egy új budai szakkollégiumba, és azt is összegyűjtöttük, milyen programok színesítik a kerület hetét. Itt a tévében pedig a jövő héten jövünk legközelebb. Tartsanak akkor is velünk!